Ebben a videóban egy olyan történetet hoztam, amiből sokat lehet tanulni, de legfontosabb arról, hogy a kitartások, és arról, hogy ne keresd a kifogásokat, mert kifogások, mindenkinek lehet kifogása, és nagyon sok ember ki tud borítani azzal, hogy elmondja, hogy hát ezért, meg azért nem, és látom azt, hogy csinálok a dolgokat, de nem cselekszik, nem csinálok. Mások, akinek meg nincs keze, nincs lába, vagy bármi olyan problémája van, az még csinálja, teszi, mert sose azon nem, minden fejben ülik el. És azért nagyon fontos, hogy a videó számítson egy kis motivációra arra, hogy bármi lehetséges. Ez benne egy rövid kis történet, de ez egész videónak ez lesz a motivációja, hogy nincs kifogás, nincs lehetetlen. Rajtad áll, hogy megvalósítod azt, amit akarsz, vagy nem. Voltam egy előadáson, még egy barátommal Esztergomba, körülbelül ilyen több mint 2 héttel ezelőtt, és lényegében ott elmondtak egy olyan ilyen történetet, volt egy illető, egy hölgy Burkina Faso-ból, ugye, ami francia felségterület alá tartozik, ugye, és utána ezen keresztül nagyon-nagyon szegény ország, szóval beírod a Google-ba, fogod látni, egy nagyon-nagyon szegény ország, szinte utak is alig vannak még a fővárosba is, és ez az adott illető ez itt élt, és lényegében el kellett neki menekülnie Franciaországba a gyerekeivel, hogy ott tudjon úgymond működni, hogy egyszerűen kilátástalan volt ott a helyzete. És nem a kifogásokat kereste, mit csinált, elment, és amikor ő elkezdett így vállalkozni, akkor, és a utcán kezdtem, tehát semmi ismerőse nem volt, akkor volt olyan, hogy leköpték az emberek az utcán, leköpték, mennyire megalázó lehetett, és leköpték az emberek, és nem az, hogy elutasították, hogy köszönöm, engem ez nem érdekel, vagy bármi más az a dolgot, amit úgymond az utcán akart értékesíteni, hanem leköpték őt, és lényegében mentek tovább, és ezt nagyon sokszor átélte, és aztán utána, de nem adta fel, hanem csinálta, és olyan hatalmas üzletet épített fel, amiből aztán tényleg nagyon-nagyon jól él a családjával, és azóta is Franciaországban. És nagyon érdekes az ez a történet ahhoz, hogy az emberben mekkora kitartás, mekkora élni akarás van, és nagyon szomorúan látom azokat az embereket, akiben ez nincs meg, hanem mindig panaszkodnak azokért az adott dolgokért, ami nem hálások, egyszerűen nem tudnak hálások lenni. Én például minden nap leírom azt a 10 dolgot, amiért hálás vagyok. Leírom azt a 10 dolgot, ami számomra aznap eszembe jut, mindig lehet más, de ilyen, ami például nálam mindig fontos, hálás vagyok például az egészségemért, hálás vagyok a hallásomért, hálás vagyok a látásomért, hálás vagyok akár a szaglásomért, mert amikor covidos voltam, akkor elment a szaglásom, elment az ízlelésem, több mint egy évig nem jött vissza, nem éreztem semmilyen szagot, most is még nem tökéletes, ennyi év után, és lényegében elment az ízlelésem, és nem éreztem az ételeket, és ez 2 fontos érzékszer, és egyszer nagyon-nagyon furcsa volt, és tényleg hálás vagyok ezekért, vagy hálás vagyok azért, van 2 kezem, van 2 lábom, tényleg van 2 fülem, minden tényleg ilyen apró dolgokért, és mennyi ember meg nem hálás, és amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy lekerül a padlóra, és mindent újra kell neki kezdeni, hogy fel kell neki építeni, fel kell állni a padlóról, akkor sokan nem azt csinálják, hogy akkor igen, azért is oda teszem magam, és azért is megcsinálom, és megyek előre, és teszek érte, hanem mit csinálnak sokan, hanem úgy feladják, mert inkább elkezdik magukat sajnáltatni, és hát ha majd valaki megsegít őket, mint hogyha cserekednének. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és nem tudom, te hogy vagy vele, lehet, te is már találkoztál ilyen emberekkel. Ez a 2 fajta típus ember van, aki, hogyha valaki a padlóra kerül, akkor azért is megcsinálja, mert bizonyítani akar, nem csak másoknak, hanem saját magának. Tudja, hogy meg lehet csinálni, mert képes, hogy benne van az élni akarás, benne van az ösztön. Meg vannak azok az emberek, akik inkább így elengedik, mert arra bízzák, hogy majd biztos lesz valaki, aki majd nyújtsa a kezét, aztán majd fog lényegében segíteni. Te milyen ember vagy, és te melyik csoportba tartozol bele, hogyha már volt ellent, akkor te melyik részt alkalmaztad. Ezen sose késő javítani, de én azt megtanultam nagyon is, illetve
tényleg kiskoromtól benne van, a születésem óta benne van ez, ez az ösztön, hogy bármi van, bármi történik, én mindig megyek előre, és mindig diktálom a tempót, és minden esetben, ha bármi voltam nagyon nehéz helyzetben is, de mindig felálltam, és mentem, és csináltam, és nem adom fel. És tényleg ezekkel az emberekkel, vagy ezek az emberek érnek el igazán nagy sikereket az életbe, mert ők, amikor ott vannak, hogy nem azt csinálják, hogy akkor megelégednek, mert elérnek már egy szintet, és hú, milyen jó, és akkor most hátradőlnek, és nem cselekszenek, ha akkor is ugyanúgy beleteszik a munkát, csak akkor már kicsit másképp, sokkal okosabban, sokkal kevesebb idővel, sokkal több energiát tudnak összpontosítani, mert sokkal többet tudnak már akkor, ugye, de beleteszik ugyanúgy az energiát, menjenek előre, és egyre nagyobb célokat tűznek, és nem az van, hogy elérnek egy célt, és akkor megelégszenek, és hátradőlnek, hanem kitűzik a következőt, és a következőt, és csinálnak, és egyre nagyobb dolgot építenek, egyre több emberen segítenek, és ez az egészben a szép, és ebben a rövid kis történettel ezt akartam szemléltetni, az, hogy találkoztam már ilyen emberrel, aki nagyon-nagyon nehéz helyzetből felállt, akár te voltál az az ember, aki nagyon nehéz helyzetből felállt, írd meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, akár röviden név nélkül is összefoglalhatod, hogy neked volt ilyen ismerősöd, aki tényleg felállt, és ez véget például nagyon, nagyon tiszteletű, illetve volt olyan ismerősöd, aki látta, hogy tényleg láttad benne, akár fiatalabbra, mert nekem is több ilyen ismerősöm volt, aki fiatalok, például hogy fiatalok, egy 14-15 évesek, tényleg nagyon nagy potenciál volt az adott illetőbe, nagyon nagy sikereket érhetett el, vagy még mindig érhetne el, de így valahogy így elkalódott az út közben. Rossz emberekkel vettek meg a körül, és így egyszerűen nem valósította meg azt, amit akart, hanem még mindig küzd. És azt hiszi, hogy az a jó, hogy úgy beleragadt a dolgokba, és akkor ott megmarad, és akkor ott úgymond küzd a saját szintjén, és nem képes felismerni a helyzetet külső szemben, hogy hova jutott, és mind kéne változtatni. Meg kéne változtatni az embereket saját maguk körül, meg kéne változtatni a gondolkozásokat, gondolkozását, el kéne kezdeni olvasni, hogy ezáltal is olyan emberektől tanuljon, akik már elérték azt a sikert, amire ő is vágyott annó, és több ilyen ismerősöm is van, és biztos neked is minden embernek vannak ilyen ismerősei, hogy sokkal, de sokkal több van bennük, sokkal, de sokkal többet elérhetnének, de mégse teszik. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és tényleg ez a hölgy is, ez a Nanának hívják amúgy, ez a nő, élő ember, tényleg, és olyan helyen, mint Burkina Faso, ahol tényleg egy normális út nincsen, egy normális aszfalt út nincsen, ő képes volt tényleg hatalmas összegeket összerakni, nagyon nagy üzletet felépíteni. Úgyhogy tényleg semmiből indult, nem volt tényleg egy árvóvasuk se, és elmentek egy tényleg egy drága ország, mint Franciaország, ahhoz képest nagyon drága ország, mind a lakhatásban, minden szempontból, és elmentek, és fölépített, és akkor is megcsinálta már hit magából, és tudta is, és egyszerűen ott voltak a gyerekei, és csinálni kellett, nem volt kifogás, és megcsinálta, és azok, akinek meg megvan mindene, vagy van kajája, van vize, meg minden egyéb, van felél a fejfelt, az meg így hátrülnek, és elvannak a életnek a kényelmes részébe. Sose akarj kényelmes lenni, sose dőlj hátra, hanem mindig tedd bele a munkát, és akkor fogsz igazán nagy eredményeket elérni.